Sziasztok! A mai napon nyuszi girlandot fogunk készíteni. Ehhez nem kell más, mint egy nyuszi sablon előre kivágva, színes papírok, ragasztó, olló, fonal és színes pompomok a kis farkincáknak. Az első, hogy kinyomtatjuk a sablont. Ez a sablon lesz az alapja a nyusziknak. Ezt különböző színes papírból ki fogjuk formázni, vágni. Én ezt már előre elkészítettem, sok színes kis nyuszikát csináltam már előre. Ezeket tetszés szerint bármire fel lehet fűzni, színes szalagra, madzagra, bármilyen fonalra. A nyuszik legyenek lehetőleg egymástól majd kellő egyforma távolságra, így lesz majd mutatós a végén a nyuszikák. Lássunk is hozzá. Én már előre elkezdtem csinálni. Fűzzünk föl még sok-sok-sok színes nyuszit. A kis nyuszikákat lehetőleg a fülüknél lyukasszuk ki. Én most egy ceruzát fogok használni. Ez teljesen jó méretet tud vágni a nyuszi fülére. Ezen keresztül fogom a madzagot átbújtatni. Meg is van. Most így néz ki. Ezt a nyuszis girlandot húsvétkor bútorra, szekrényre, vagy akár a húsvéti asztal fölé is kifüggeszthetitek, ahova tetszik nektek. Amikor már elég nyuszit csináltatok, tényleg helyezzétek nagyjából egyforma távolságra őket, és akkor már föl lehet ragasztani a farkincákat. Fogjátok a ragasztót, picit beragasztózátok a nyuszi sablont, és rátesztek egy tetszőleges pompont. Ha nincsen otthon kész pomponotok, akár vattapapacsból is lehet készíteni. Ez már a ti fantáziátokra van bízva. Én most ezeket színes papírból csináltam, de ha színes kartont vagy ehhez megfelelő színes papírt találtok, az még ideálisabb erre. Még egyet keressünk, mondjuk legyen egy kékszínű. Jól nyomkodjátok rá pompont a ragasztóra. És kész is vannak a nyuszikák. Ha tetszett a videó, gyertek legközelebb is, mert legközelebb újabb húsvéti díszeket fogunk készíteni. Addig is szervusztok!